Rendben van, lányok. A lányok szemmel láthatóan élvezték a különleges kényeztetést, hiszen nemigen volt lehetőségük eddig mesterfodrász vagy profi sminkes szolgáltatásra. Izgatott vagyok nagyon, és szerintem nagy átalakulás lesz, hogy mert én nem nagyon szoktam sminkelni, de úgy látom, jó kezekben vagyok, és szerintem jót fog alkotni, úgyhogy reménykedek benne. A zsűri döntése értelmében Torma Ramóna és Ádám Krisztina, a begyűjtött lájkoknak köszönhetően pedig Tóth Fanni kapott lehetőséget a teljes átalakulásra. A beküldött szelvények alapján Mészáros Réka, Szalma Réka és Újvári Vanessa került a szakemberek keze közé. Ezt a stylingot meghagyod a ballagásra, és ugyanígy fogod akkor majd elkészítetni magad? Hát szerintem igen. Én általában, hogyha frizurát csinálnak, akkor mindig hullámosítjuk a hajamat. És a konty vagy a leengedett haja kedvenc? Leengedett, egyértelmű. A Magyar Szóban is meglepődtek, milyen nagy volt az érdeklődés a vetélkedő iránt. Több mint 100 000-en nézték meg az online oldalt, ahol szavazni lehetett a lányokra, és több száz szelvény is érkezett. Több száz szelvény érkezett be a napi lapunk által szavazók részéről, viszont ami talán még számottevőbb, és ami igazolja az online térhódítását, és azt, hogy a Magyar Szót az online térben, Vajdaságban valóban legtöbben olvassák, az az, hogy erre az eseményre 100 000 látogató volt kíváncsi. A pénteki szépségnap végeredménye egy úgynevezett előtte-utána fotó, amely megjelenik a szombati Magyar Szóban. Az volt az elképzelés, hogy az újságban, holnapi újságban megjelenjen egy fotó smink nélkül, a másik fotó egymás mellett két kép, pedig a sminkkel, frizurával, új frizurával, és akkor látni fogják az újságban az olvasók is, hogy a mi embereink, ugye, hogy mit csináltak a úgymond a lányokból. Mind a pályázók, mind a nyertesek Vajdaság különböző településeiről érkeztek, így a szombati Magyar Szóban megjelenő tablófotókon lesz majd többek között Óbecsei, Temerini, Szabadkai, Hajdújárási és Zentai érettségiző is.